Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Soltvad Kerti Televízió, benne a Vadkerti Krónikával. A következő több mint fél órában tájékozódhatnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten városunkban, illetve térségünkben. Mai műsorunk témái a következők. Bor és gasztronap Soltvad Kerten, múzeumok éjszakája a Keceli Haditechnikai Parkban. Tábor a Soltvad Kert melletti Családi Vadas Parkban. Magyarország szépe lett a kiskörösi Kacelmak Andrea. Paskantyúi győzelemmel zárult a Bozi Kupa. A barátság és a jó kapcsolatok jegyében rendezték meg idén is a Bor és Gasztronapot a sportcsarnok előtti téren. A gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket számos programmal és finom falatokkal várták a szervezők. Amikor itt a program elején a műsort ismertették, akkor elhangzott, hogy az idei Bor és Gasztronapon neves elnöke lesz a zsűrinek, mégpedig ön, és ugye ott elhangzott, hogy számtalan ilyen főző műsornak a résztvevője. Egy kicsit erről meséljen nekem. Hát számtalan főzőműsorban nem szerepeltem, nagyjából a Séfek Séfe volt az egyik, és szerintem, amit sokan ismerhetnek, a Séfek Séfe volt az, ahol a hetedik helyet értem el, de amúgy amire legbüszkébb vagyok, az egy olimpiai bronzérem, amit a 8 régió gasztronómia együttel közösen értünk el. Ugye tavaly a Magyarország ételét megnyertük a kollégámmal, idén másodikak lettünk, akkor idén megnyertük a Pelikán kupát, az azt jelenti, hogy hidegkonyhai magyar bajnokok lettünk, ugyanúgy tanulói aranyérmesek. Minden évben próbálok minél több versenyen megméretni magamat, mert szerintem ez a gyakorlás ez nagyon fontos, úgyhogy nekem megtiszteltetés, hogy elhívtak ide. De nagyon fiatal még. Megkérdezhetem, hogy hány éves? Hát mit gondol, hány éves vagyok? 25. Hát 30. Egy hete lettem 30, és egy 6 napja született meg a kislányom. Ahhoz gratulálok. Én azt gondolom, hogy rá vagyok a legbüszkébb, meg az anyukájára. De viszont a szakma, hát fiatalosnak nézek ki, de úgy is érzem magam, hogy 30 éve nem vagyok valami öreg, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy tényleg az, hogy minél több a gyakorlás, aki ugye egy kicsit beleszagol abba, hogy milyen ez a verseny lét, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, az onnantól kezdve nem biztos, hogy le fog tudni vele állni, és ezzel én is így leszek, az biztos. Ameddig élek, ugye jó mesterem volt a Varga Károly, ugye őt szerintem nem sok embernek kell bemutatni, a rengeteg mindent elért a szakmában. Gondolom, hogy csak így lehet igazán tanulni, nem? Hogy megmérettetni az embernek magát minél több helyen. Ez emiatt fontos, nem? Hát igen, maga az, hogyha versenyre készül az adott versenyző én, ugye akkor ő nem csak amiben előtte dolgozott, hanem egy teljesen új környezet. Jó, a környezet nem új, de maga az ételek, ugye újat kell kitalálni, gondolkodni kell, beindulnak az agytekervények, és mikor oda kerül az ember a versenyre, és látja azt, hogy a többiek mit csinálnak, akkor jön rá arra, hogy hoppá, ezt lehet így is csinálni, vagy ezt lehet úgy is csinálni, hogy rengeteget lehet egymástól tanulni, és szerintem ezért fontos ez a verseny, hogy olyan ötleteket, főleg egy világversenyen, ahol olyan dolgokat letesznek a magyarok is, de a külföldiek is, hogy az embernek leesik az álla. Ez a Vadkerti nem világverseny, de annak ellenére gondolom, hogy mind a 20 csapat nagyon-nagyon lelkesen készül, és talán tanul is a másik csapatoktól. Mi lesz az a szempont, amit elsődlegesen nézni fog majd? Mivel nem vagyok egy nagy zsűri, jó, persze, nagyon sokszor zsűriztem már, de én mindig azt gondolom, hogy az íz, hogy milyen ízű, mennyire foglalkoztak azzal, ugye pörkölt főző és gőzgombóc készítő verseny lesz, ugye? Nagyon kíváncsi vagyok, mert pont tegnap a párom anyukája készített kínai gőzgombócot, ugye paozit, és imádom. Úgyhogy én nagyon-nagyon várom ezt a gőzgombóc versenyt, persze a pörköltet is, de nekem a gőzgombóc maga érdekesebb sokkal. De lesznek hagyományos. Én azt gondolom, bocsánat, hogy még szerintem én biztos vagyok benne, hogy tanulni fogok itt, és ha valami olyan lesz, akkor biztos, hogy lenyúlom a receptet. De lesznek hagyományos gombócok is, egyébként szereti a hagyományosat is? Én mindent szeretek. Én igazi vérbeli falusi gyerek vagyok. Én mindent megeszek, a csirkebőrétől kezdve a kakastökét is. Akkor sok sikert a munkájához. Köszönjük szépen. És a továbbiakban is. Hát reméljük, hogy úgy lesz minden. Úgy látom, hogy két bográcsban készül az étel. Melyikben mi készül?
Az egyik bográcsban szarvaspörköltet főzünk, a másikban pedig egy marhapörköltet főzünk. Ez a csapat kívánsága volt, hogy így legyen? Hát kívánságnak nem nevezném, de így alakult, így kaptunk húsokat felajánlásba, és akkor így a gyerekeknek is jut, aki meg egy kicsit bátrabb, felnőttesebb, az választhatja a szarvast is. Ki a szakács most, a főszakács? Főszakács ketten vagyunk, tehát ketté osztottuk a feladatokat, megosztottuk. A Peti barátom Kovács Péter főzi a marhapörköltet, én megvállaltam ezt a szarvaspörköltet, illetve így dobta a gép, úgyhogy... És van már gyakorlata a szarvas húsnak a főzésében? Volt már rá példa, hogy főztünk szarvas, nem lett rossz, úgyhogy azt mondom, hogy bemertük vállalni, hogy ebből lehet egy jó pörköltet is készíteni, úgyhogy megpróbálkozunk vele még egyszer. Én nem tudom, jól éreztem, de amikor itt elmentem a bogrács mellett, akkor alkoholszagot éreztem. Bor is van benne? A pörköltben nálunk mindig van bor, tehát az nem is csak ebbe, hanem mindig. Úgyhogy vörös bor az került bele mindenféleképp, és akkor úgy döntöttük, hogy akkor viszont helyi kadarkát rakunk bele, úgyhogy kadarka van mind a kettő bor, mind a kettő pörköltbe. És a hölgyek beneveztek a... Igen, a hölgyek neveztek a gombóc készítésre, ők most mondta, aki megérkezett, mert nem is itt készítek a gombócok, de itt lesznek befejezve, hogy 140 gombócon vannak túl, úgyhogy szépen belehúztak. Az biztos, hogy szilvás gombóc lesz, és az én ismereteim szerint még egyfajta, de abban nem tudom, mondjuk azt, hogy legyen meglepetés, és akkor így jó lesz. Ez a program itt, a Bor és Gasztronap, gondolom, hogy nagyon jó közösségépítő. Arra gondolok, hogy hamarosan jön a Go Sport Egyesület egyik legnagyobb rendezvénye. Jól gondolom? Igen, ez teljesen összefügg ez a kettő, mert mi is úgy gondolkozunk ebbe, hogy amikor vannak ilyen programok, akkor az Egyesület vezetősége, tagjai összeszedik magukat, és meghívják a segítőket, akik viszont a versenyen tudnak nekünk segíteni, úgyhogy mindenkit hívogattunk, és szeretnék vendégül látni étellel, italal, úgyhogy jöjjenek el ők, és így eljutunk oda, hogy mikor kezdődik a versenyünk, ami azt hiszem, hogy 3 hét ide, tehát most már itt a nevezésben elég jól a célegyenesből ráfordultunk, akkor ott viszont az ő segítséget kérjük, ott is vendégül látjuk őket, de ez legyen egy kötetlen program, az meg legyen az igazi munka, de a munka eredménye az, hogy végre, hogy újra tudunk építeni egy jó kis programot ide Vadkertre, és a tónál ezt a versenyt meg tudjuk rendezni. Szépen gyűlnek a nevezők, úgyhogy egyenesbe vagyunk, és várjuk, hogy elrajtolhassunk. Lesz itt szépségverseny. Otthonka szépségverseny, meg ki a legszebb szakács, meg van már, hogy kit neveznek? Hát ebben nem tudok sajnos nyilatkozni. Lehet, hogy jobb is, ha nem nyilatkozok, úgyhogy de diplomatikusan annyit mondok, hogy amit tudunk, megteszünk. Jó? Ugye ezen a rendezvényen a gombócok is versenyeznek, és sok-sok gombóc készül, de talán a tietek a legkülönlegesebb, hiszen egy déd nagymama készítette. Úgy van, a Rékának a nagymamája, Erzsike néni segített, 86 éves, és ő gyúrta be az alapanyagot, mindent ő készítette, régi hagyományos recept alapján, és akkor mi segítettünk neki, a keze alá dolgoztunk, megformáztuk a kis gombócokat. A hagyományos az azt jelenti, hogy mondjuk mi is a hétköznapokban így készítünk. Pontosan. Még a régi idős emberek is azt mondta, és Erzsikéné mesélte, hogy minden hétfőn ez volt az ebéd, tehát a vasárnapi lakoma után hétfőn már mindenki a szilvás gombócra volt kiéhezve, és akkor ezt készítették, azt mondták, hogy ez hetente elkészült. Akkor szilvás gombóc lesz, ugye? Igen, szilvás gombóc lesz, és lesz túrós gombóc is. És gondolom, hogy a verseny miatt azért az is fontos, nem? Vagy nem? Ez jó volt így együtt. Jó csinálni. Volt együtt, jó volt együtt dolgozni egy idősebb generációval, elnézni a praktikákat, ellesni, mert ugye most már jó eltanulni a régi hagyományokat, hogy ezt tudjuk továbbvinni, hogy tanulni tudunk mindig egész életünkben, és akkor ez most egy tök jó volt, hogy elbeszélgetni Erzsikénével, elmondani, hogy milyen hagyományok voltak régen, hogy ezt hogy készítették el. Tehát ez az egész folyamat érdekes volt. A gombócra kell prézlés, de úgy láttam, hogy ezen a gombócon nincs. De lesz rajta, mi már konyhakészre dolgoztunk, az már el van készítve, tehát a gombócokat is elkészítettük, annyi a túrógombócot azt itt a helyszínen, a gombócokat pedig itt fogjuk mindent kifőzni, csak ezt ugye a néninél segítettünk, hogy akkor ott gyúrtuk össze, ott állítottuk össze a gombócot, a szilvás gombócot. És hány darab készül? 140 gombóc lett a szilvásból, és 80 lesz majd a túrósból, azt még most készítik. A múzeumok éjszakáján a Keceli Pintérművek haditechnikai parkban a Pintér család tagjai sok-sok programmal várták a látogatókat.
Légitiszteletadás, koszorúzás, katonai bemutató, kérdezfelelek beszélgetés, második világháborús hadijátékok, lövészet, elektromos bukó célra, fényképezkedés taktikai ruházatban, fegyver és drónesimogató, járműnyitogató előadások és még sok-sok nagyszerű program várt a kicsiket és nagyokat egyaránt. Hát ellátogatott és házhoz jött a Terrorháza Múzeum ide kétszerre, mégpedig egy előadás erejéig. Mi ez a program tulajdonképpen, hogy a házhoz megy a múzeum? A házhoz megy a múzeum programunknak az a lényege, hogy időszaki kiállításokat, plakátkiállításokat viszünk el vidéki helyszínekre. Itt Kecelen most a Gulag Gupvi táborok tematikájában hoztuk el ezt a kiállítást, de egyébként 1956-tal foglalkozunk még főként ennek a programnak a keretében. Ugye vidéki helyszínekre visszük el ezt a kiállítást, ahol 2-3 hétig ott marad, és akkor a helybeliek meg tudják tekinteni ezeket a kiállításokat. És ezt hogy képzeljük el, hogy a Terrorháza Múzeum anyagából válogatnak, és az megy vidékre, vagy ez egy külön gyűjtemény? Ezek kész plakátok, amiket természetesen a múzeum által gyűjtött anyagokból rakunk össze, és akkor ezeket visszük külső helyszínekre. De én úgy tudom, hogy a múzeumban is van egy kiállítás ezekről az évekről, ugye? Igen, hát ugye a múzeum állandó kiállítása az a második világháborútól indul, és egészen ez 1956-os forradalom és szabadságharcig, illetve az azt követő megszállásig megy el, és hát ennek keretében egyébként foglalkozunk, tehát az állandó kiállítás is foglalkozik a szovjet kényszermunkatáborokkal. És abból érkezik ide kiállítási anyag, igaz? Részben fedi egymást természetesen a kettő. Ugye a Gulagról volt egy előadás. Hogyan építette föl ezt az előadást? Gondolom, hogy valamiféle időrendi sorrendbe? Úgy próbáltam meg felépíteni az előadást, tehát nyilván a kezdetektől, hogy bemutatni, hogy hogyan jönnek létre a Szovjetunióban ezek a kényszermunkatáborok, miért jönnek létre ezek a táborok, és utána pedig, hogy a második világháború után hogyan kerülve, hogy a Magyarországot is nagyban érintette a Gulagra, illetve a Gupvi táborokba történő hurcolás, itt azt próbáltam meg bemutatni, hogy hogyan és miért hurcoltak el több mint 700 ezernyi magyart a Szovjetunióban, és hogy ők hogyan éltek, hogyan próbáltak meg túlélni a Gulagon. Ez egy kész előadás volt? Tehát már többször elhangzott itt Magyarországon? Igen, ez egy bejáratott előadás, de hát azért természetesen mindig próbáljuk ezeket egy kicsikét aktualizálni, színesíteni, kicserélni benne valamit, új történeteket vinni bele, meg hát természetesen a hallgatóság is mindig alakít ezen. Van valami kötődése ezekhez az évekhez? Már gondolok nagyszülőkre, dédszülőkre. Hát a személyes élmény az, hogy a déd nagypapám is hasonlóan megjárta ezeket a kényszermunkatáborokat. Ugye Magyarországon is voltak ilyen táborok, nem ennyire tragikusak, mint a Szovjetunióban a Gulag. Ezekről is van ott a Terrorházában kiállítás, tehát a magyar munkatáborokról? Igen, az állandó kiállításon van az magyarországi internálásokról, internáló táborokról is egy külön terem, ami ezt a témát dolgozza fel. És mik érkeztek ide a kiállításra? Milyen kiállítási darabok, plakátokat említett? Más valami esetleg? Plakátokat hoztunk el, és hát ugye ezeken a plakátokon egyrészt olvasható narratív szövege a történtekről, idézetek, képek, személyes történetek, ezeken keresztül próbáljuk meg bemutatni a Gulag. Ugye véget ért már az előadás, a közönség utána kérdezett? Volt olyan, amire kíváncsiak voltak? Igen, voltak itt a felelősségre vonással kapcsolatban, voltak egyébként főként kérdések. Meddig lesz ez a kiállítás látható itt Kecelen? Július 4-ig látható itt Kecelen. A házhoz megy a múzeum kiállítása. Hamarosan egy nagyon érdekes előadás kezdődik majd, ami nagyon aktuális manapság, hiszen az űrkutatásról lesz szó, illetve a magyar űrhajózásról. Ott olvastam, hogy milyen témák kerülnek majd szóba. Vegyük mi is ezt végig, jó? Talán az első a témák között a kiválasztás, a magyar űrhajós kiválasztása. Hogyan történik ez Magyarországon? Igen, majd az előadásban egy kis történelmi áttekintést fogok nyújtani, tehát, hogy nyilván maga a téma a magyar űrhajós kiválasztása, de sokkal előbb, vagy sokkal visszább nyúlik a történelembe, mint azt gondolnánk, úgyhogy az előadásban egy kis történelmi áttekintést fogok nyújtani.
beszélni arról, hogy 1959 óta pontosan mennyi űrhajós kiválasztás történt szerte a világon, és hogyan illeszkedik ebben a magyar űrhajósnak a kiválasztása. Tényleg, hogy kezdődik? Gondolom nem úgy, hogy feladnak egy hirdetést, hogy űrhajósokat keresünk, magyar űrhajósokat. Hogy történik ez? Ezt úgy kell elképzelni, mint egy egyszerű álláshirdetést, ugye megnézzük azt, hogy mit fogunk mi csinálni, mi a mi tevékenységünk, és arra keresünk embert, munkatársat, és egy cél irányosan úgy alakítjuk ki a jelentkezési kritériumokat, hogy az megfeleljen annak a személynek, akit majd mi szeretnénk, hogy együtt dolgozzon velünk egy adott programon, úgyhogy a magyar űrhajós kiválasztása is pontosan így történt. Összeállt egy program, összeállt egy repülési lehetőség, annak meg voltak a kritériumai, és ezeket a kritériumokat gyűjtöttük össze, és ez alapján adtuk fel a hirdetést. És ami nagyon érdekes volt, hogy ez magyarország.hu-n került feladásra, tehát ügyfélkapunk keresztül lehetett erre regisztrálni, sőt, hát csak ott lehetett, ami én számomra egy ilyen nagyon belsőséges és nagyon közvetlen élmény volt, hiszen én magam is használom az ügyfélkaput, meg mindenki más is, és szerintem ez egy annyira jó dolog volt, hogy nem egy ilyen külön program, vagy egy teljesen leszakadt valamilyen felületen kell ezt végrehajtani, hanem tényleg olyan felületen, ami miénk magyarokké. Hányan jelentkeztek végül, és hogy történt, milyen folyamata volt a kiválasztásnak, hiszen már megvan az új magyar űrhajós, és ugye a második űrhajósunk is megvan. Igen, maga az érdeklődők, vagy a jelentkezés iránt érdeklődők, azok több ezren voltak, viszont 247 olyan érvényes jelentkezés érkezett be, amit aztán el is tudtunk bírálni, és ebből a 247-ből lett 4, és utána a 4 főből pedig most lett 2, aki ki lett jelölve az űrrepülésre. És ugye azzal folytatódik, hogy most kiképzik ezt a két embert, igaz? Így van, tehát ők most fogják elkezdeni a felkészülést a konkrét űrrepülésre. Ugye eddig, amit lehetett a híradásokban olvasni, vagy hallani, látni, ugye ez egy olyan felkészítő, alapozó képzés volt, ami ahhoz juttatta őket hozzá, vagy egy olyan tudást adott nekik, ami ahhoz fogja őket hozzásegíteni, hogy sokkal hatékonyabban tudjanak felkészülni az űrrepülésre. Mert ugye azért tudni kell, hogy itt most ebben a programban, illetve most ugye az új modern világban, most már leginkább kutatókat, mérnököket keresnek ilyen programokban, tehát ők, ha úgy vesszük, űrrepülés szempontból az utcáról érkeznek, nem feltétlen tudják, hogy hol van az űrrepülőgépnek vagy űrhajónak a eleje meg a vége. Ezeket nekik meg kell tanulni, viszont sokkal komfortosabban tudják ezt megtenni akkor, hogyha kapnak egy megfelelő alapképzést. Ez nemzetközi standardek alapján működik, mind az Amerikai Egyesült Államoknak a Nemzeti Űrügynöksége, mind az Európai Űrügynökség ugyanígy integrálja a saját űrhajós jelöltjeit. Az Európai Űrügynökség az nagyjából egy évig képzi a űrhajós jelölteket, ami után hozzá rakja őket egy rendes küldetéshez. Az Egyesült Államokban az 2-3 éves képzést követően tudnak majd kijelölésre kerülni az asztronauták. Ehhez képest itt Magyarországon egy másfél éves időtartam volt. Erre rendkívül büszkék lehetünk, hiszen azért Magyarország mégis felrakta magát a térképre, és egy nemzetközileg elismert képzést tudott végrehajtani. De én azt olvastam, vagy rosszul emlékszem, hogy Amerikában is fognak majd kiképzést kapni. Így van, tehát amikor mostantól a konkrét űrrepülésre az Egyesült Államokban fognak felkészülni, Houstonban lesz ennek a törzse, a gerince, de meg fognak fordulni majd Kaliforniában, és hát természetesen Floridában is, Cape Canaveralben, ahol ugye a légierőnek a támaszpontján megkapják azokat a vészmentési képzéseket, amik ahhoz szükségesek, hogyha bármi probléma adódik az indítás pillanatában, akkor ők épségben el tudják hagyni a űrjárművet. Miről lesz még szó? Mert emlékszem, hogy még volt néhány téma ezután. Hát fogok beszélni az űripar helyzetéről, arról, hogy hogyan jutottunk el idáig, hogy már Magyarország méretű államok is be tudnak csatlakozni az emberes űrrepülésbe ismét. Mi a jövőbeli kilátás, tehát hogy néz ki az űripar a
távlatokban. Mit jelent az, hogy most már vannak elérhető magánrepülési lehetőségek, és ezt hogy tudják hasznosítani akár az állami szereplők, vagy akár pedig a magánszereplők, illetve egy kicsit megpróbál elkalózolni a hallgatóságot vagy nézőközönséget abba az irányba, hogy amikor néznek egy indítást, akkor mit kell nézni. De kicsit ahhoz tudom hasonlítani, hogyha valaki ismeri a labdarúgás szabályait, akkor sokkal komfortosabban néz egy meccset, hiszen tudja, hogy nagyjából mire számíthat. Nekem ez lesz egy kicsit a célom a mai nappal, hogy kicsit megtanítsam az embereket nézni és érdeklődni az iránt, hogy mi történik, hogy jobban értsék azt a sok információt, ami majd most el fogja árasztani őket a következő években. Ugye említettük, hogy megvan a két magyar úrhajós, az egyik az, aki ugye kijelölt úrhajós, a másik pedig akkor lesz szerepe a másiknak, hogyha az elsővel valami történik. Ugye ez nagyon jól tudja, illetve az édesapja, Magyari Béla nagyon jól tudta, hogy mit jelent második űrhajósnak lenni. Az ön édesapját mi alapján tették a második helyre? Volt valami, nem tudom, gyakorlat, amit ha végrehajt, akkor mehet, ha nem hajt végre, nem ő lesz. Hogy volt ez? Igen, ezek azt tudni kell, hogy az űrhajós kiválasztási folyamatok azok rendkívül komplex folyamatok, ez majd látszódni fog az előadásomból is, és azt is látjuk, hogy akkor, amikor egy döntés megszületik, akkor mindig vannak érvek és ellenérvek. Ezért konkrétan megnevezni egy pontos dolgot, hogy miért az egyik, miért a másik, ez nagyon-nagyon nehéz, mert ez nem így működik. Ugye van is ez a történet, amit édesapám szokott mesélni, hogy ugye leültek egy zsíros kenyérre, meg egy sakkmeccsre aznap este, amikor megtudták, hogy a Berci megy először, és édesapám pedig lesz a tartalékos. Majd három nappal később megfordult ez, kaptak egy újabb eligazítást, hogy mégiscsak édesapám lesz az első számú legénység, mert hogy a háttérben történt valami. Akkor édesapám hívta fel a Bercit egy zsíros kenyérre és egy sakkmeccsre, majd pedig néhány nappal később pedig újra visszacserélődött ez. Tehát ez nagyjából így működik az űrrepülésben, repülésben. A repülésben ezt annyira azért nem éljük meg, vagy azért nem ennyire kiélezett, mert nagyon sok repülési lehetőség van, nagyon sok légijármű van. Itt, hogyha egy pilótát leveszünk egy repülésről, majd egy következőnél visszarakjuk. Az űrrepülésnél hát sokkal kevesebb repülésről tudunk beszélni, bár annak ellenére, hogy most már nagyon sok űrrepülés történik, hogyha az emberes űrrepüléseket nézzük, az még mindig csak egy, kettő, vagy maximum három darab egy évben, és ne is beszéljünk még arról, hogyha valami baj történik, akkor csak maximum kettő indítás van egy évben, vagy egy. És utána az is lehet, hogy két-három évig egy sincs. Tehát egy ilyen esetben most egy valakit leveszek, és majd akkor következő mehet, hát így ugye ez sokkal kiélezettebb. Háromnapos tábor volt a Soltvadkert mellett lévő családi vadasparkban, ahol rengeteg vad, dám és gímszarvasok, vaddisznók, muflonok, birkák, lovak és mangalicák tartásával foglalkozik Dóri és Boris, valamint két gyermekük. A sok-sok állat gondozásában lelkesen vettek részt a farmon táborozó gyerekek is. Régen jártunk már erre. Mi minden történt azóta? Azt hiszem két éve voltunk itt? Mi minden történt? Mi változott? Én úgy látom, hogy nem sok minden. Hát új állatok érkeztek, ami érdekes. Az egyik, hogy érkezett három láma, érkezett a Zebukhoz egy új kisbika, illetve egy új épület is létrehoztunk egy új épületet, ami alatt többen elférünk már, vagy legalábbis nem kell olyan szűkösen lennünk. És ezek az állatok honnan érkeztek? Gondolom, ezt nem lehet úgy a boltba megvásárolni. Ő ismerősök által igazából felszámolt egy ismerősünk egy ilyen kis állatkertet, és onnan vásároltuk a lámákat. Az ebubikát pedig egy tenyészetből vásároltuk, direkt azért, hogy van három üszünk, és akkor szerettük volna, hogyha van velük egy bika is. Aki nem látta az előző interjút, amit veled készítettünk, azoknak mondjuk el, hogy milyen állatokat lehet itt látni.
nagyon különlegeseket már, amit az előbb felsoroltál, az is különleges. Igen, hát az abszolút kedvenceink a dámszarvasok, mellette vannak gímszarvasok is, lovak, birkák, kecskék. Érdekesség még, hogy a fekete mangalica megtalálható nálunk, ami 100 éve kihalt, aztán 20 évvel ezelőtt elkezdték a visszatenyésztését, és mi vagyunk jelenleg Magyarország legnagyobb fekete mangalica tenyésztői, illetve különféle baromfik, emúk, sokféle rovar és hüllők is megtalálhatóak. És például ott is van egy. Igen, igen. Ő egy szakállas agáma, úgy hívják, hogy kicsi és 9 éves. És hogy került hozzátok? Őt örökbe fogadtuk, egy ismerős külföldre költözött, és nem vihette magával, és ez miatt megkérdezett minket, hogy szeretnénk-e, és természetesen igen. Volt a válasz, úgyhogy így került hozzánk még 2 éve. Gondolom, hogy tanulmányozni kellett, hogy mit jelent az ő gondozása számotokra. Persze, mindig utána járunk annak, hogy mik az állat igényei, de amúgy is vannak teráriumjaink, mert kígyókat is tartunk, illetve rovarokat, és akkor azok is mind ilyen teráriumban élő állatok, úgyhogy csak fel kellett szabadítani egy plusz teráriumot, és amúgy nem nincsenek nagy igényei, rovarokat vásárolunk neki a boltba, zöldségeket eszik, és fűteni kell rá. Ugye már ez sok, amit felsoroltál, de mindegyik állatból is sok darabszámra sok van. Ez egy egész napot elvehet szerintem tőletek, mire őket gondozzátok, etetitek, itatjátok. Hogy működik ez nálatok? Mi a program, a napi rend? Reggel 6:30 körül kelünk. Most egy olyan napot mondok, amikor nem mennek iskolába, vagy óviba a gyerekek, és akkor el is kezdjük, megreggelizünk, és elkezdjük mi is az állatok etetését, és körülbelül mire minden állattal körbeérünk, pont dél van, akkor délben mi is megebédelünk. Általában a férjem kimegy rögtön utána, ebéd után is folytatja az állatok takarítása, különböző feladatok, amik a farm körül vannak, és mi próbáljuk azért ezt, amikor főleg ilyen hőség van, csak ilyen 3 óra körül újra kimenni a gyerekekhez, vagy sikerül, vagy nem, vagy van, hogy ők is rögtön rontanak ki, és mennek segíteni, és akkor este 5-kor újra elkezdünk etetni, és aztán vége is a napnak. Igazából. Ugye mindig mondtad, hogy a gyerekek kell. Igen. Ők miben tudnak segíteni? Mindenben. Amiket én meg tudok csinálni, vagy megcsinálok, azt szinte ők is meg tudják, ez az állatok itatása, akkor, hogyha a baromfikat kell etetni, ha csak egy vödörben magok, szóval az ilyen kisebb állatoknak az ellátását maximálisan el tudják végezni, illetve a hunter a rovarjait, be kell minden nap párásítani őket, növényeket kell gyűjtenünk a csatornaparton, tudja, hogy melyik növényeket eheti meg, és akkor igazából annyi, hogy mondjuk a disznóknak a nagy zsákokat nem cipelik ők, de amúgy mindenbe tudnak segíteni. A te két gyereket biztosan nagyon élvezi, most legalább az alapján, amit elmondtál, ezt az egész milliót, és nem is tudom hány éve, de nyáron mindig hívsz ide gyerekeket, hogy nekik is része legyen ebben az élményben. Mikor kezdődött ez a tábor? Ez szerintem a 3. táborunk, igen. A 3. év, mert minden nyáron több tábor is van már. Először úgy gondoltuk, hogy csak egyszer, egy nyáron egyszer, de aztán most már ilyen 3-4-re duzzadt a táborok száma, és most idén először felnőtt tábort is hirdettem, ami már így előre túljelentkezéssel van, mert mindig zaklattak a felnőttek, hogy nem igazság, hogy csak a gyerekeknek lehet ezt átélni, úgyhogy kipróbáljuk most majd a felnőtt tábort is. Ugye említetted, hogy gyerekeknek 3 turnus? Vagy... Igen. És milyen létszámmal működnek ezek a táborok? Általában 20 szokott lenni, és akkor az én kettőmmel 22, de aztán mindig van olyan, hogy valahogy ilyen 24-re, mert valaki ugye tesó, hogy mondjuk ő lett volna a 20., de van egy testvér, akkor nem mondhatom azt, hogy jó, hát akkor a tesó már nem jöhet, mert nem fér be. Úgyhogy így általában ilyen 22. 24 most az enyémekkel együtt. És ők is részt vesznek az állatok gondozásában, vagy ők csak élvezik ezt a helyet? Ja, nem részt kell venniük. Az a lényege, hogy nem csak arról szól a tábor, hogy,
hogy ezt így kipróbálják, hanem mindenféleképp azt szeretném, hogyha az állatoknak a szeretete mellett megtanulnák azt, hogy a gondozása mennyi mindennel jár, mert az, hogy szeretnének otthon állatot tartani, itt élik csak át azt, hogy azt kis kell takarítani, de hogy annak akkor is enni kell adni, hogyha éppen focizni van kedvem, és azokat el kell látni, úgyhogy itt is sokszor mondják már, hogy de mikor fogjuk már, mert a kedvenc dolgok a kis pipikkel meg lenni, és azoknak építenek ilyen kis helyeket, és mindig mondtam, hogy először ki kell takarítanunk mindent, meg kell itatni, meg kell etetni, és amikor minden készen van, akkor majd lehet olyan foglalkozást is csinálni, amihez pont kedvük támad. És nem adják fel? Nem, csinálják. Nem, amúgy csinálják. Hát van, hogy ugye sok gyereknél nem természetes, hogy piszkos lesz, szóval, hogy otthon nem történik meg vele, úgyhogy így szoktak csodálkozni saját magukon, hogy így nézik a kezüket, és akkor, hogy hol mosatnám meg. Meg hát a szülők nagyon szoktak csodálkozni, mikor jönnek értük, már van, hogy csak a szemük világít, de nagyon szokták élvezni, de van, hogy első nap még jönnek a szülők, és akkor még nincsenek rákészülve a dologra, és másnap már pokróc be van terítve az autóba, hogy úgy hülyenek csak be. Igen. Most éppen ott mögöttünk dolgoznak, még igen. Pedig nem kétkezi munkát. Igen. Úgy láttam, hogy hát, gyapjúval dolgoznak. Gyapjúval, igen. Kicsit a nemezelésbe és a gyapjú szeretetére szeretnénk őket megtanítani, hogy mennyi mindent lehet készíteni belőle, és milyen hasznos anyag. És most készítettek már reggel egy kis labdát, ami pattogósra össze tudták gyúrni, úgyhogy nagyon ügyesek voltak. Most pedig van, aki könyvjelzőt, van, aki kígyót, és van, aki madarat készít. Első alkalommal vagy a táborban? Nem. Harmadik alkalommal van a tábor, mindegyiken itt voltál? Minden igen, évben? Tavaly már itt voltam mind a három táborban. És akkor már elhatároztad, hogy na, akkor jövőre is jövök? Igen, én minden táborban, amennyi lesz, abban mindegyikbe szeretnék jönni. Itt? Igen. És mi a nagyon jó ebben? Mit szeretsz ebben a táborban? Hát én nagyon szeretem az állatokat, meg hogy így gondoskodhatunk róluk, és én igazából ezért szeretek ide járni. Otthon vannak állataitok? Igen. Milyen állatok? Van egy kutyánk, meg kettő papagájunk. És őket ki gondozza? Hát anya. Akkor ugye itt mondtad, hogy az állatok ellátásában szívesebb veszel részt. Miért? Itt miért jobb? Hát mert csapat nem tudom, van? Mert hogy így csapatban oldhatjuk meg a feladatokat, amiket kiadnak. Ez mennyi időt veszel tőletek az állatok gondozása? Hát csak otthon? Nem, itt. Ja, itt a hát táborban. Igazából így több időt. De és emellett miket szoktatok még csinálni? Hát vannak kézműves feladatok, meg igazából mikor az állatokat ugye gondozzuk, megetetjük őket. Melyiket szereted jobban? Az állatgondozást vagy a kézműveskedést? Az állatgondozást. Igen? Igen. De az nehéz, nem? Én nagyon szeretem őket, és engem nem zavar, hogy nehéz vagy nem. Melyik a kedvenced? Melyik állat? Hát a szarvasokat szeretem itt nagyon. És ő nekik mit kell adni enni? Hát azt nem tudom. Meg mit szoktatok kivinni nekik? Hát így ilyen valami így össze van keverve nekik. Uh-huh. Össze van darálva, igen. És azt igen. Eszik. A kiskörösi Kacenbach Andrea lett az idei Miss World Hungary 2024 győztese, aki egy éven keresztül viselheti majd Magyarország szépe címet, illetve képviseli országunkat a világversenyen. Köszöntelek a stúdióban! Szia Petra, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a nézőket! Először is gratulálok a versenyen elért eredményedhez. Köszönöm szépen! Mielőtt beszélgetnénk a versenyről, egy kicsit szeretnének a nézők is megismerni, és szeretném, hogyha elmesélnéd nekünk a gyermekkorodat, hogy hol nevelkedtél, hol születtél, hol jártál iskolában. Uh-huh.
Én Kecskeméten születtem, és egy nagyon szép és felhőtlen gyermekkor tudhatok magam mögött. Igazából én az általános iskolás tanulmányaimat, azt itt a Kiskörösön a Bem József általános iskolába kezdtem, majd innen mentem át gimnáziumba, hatosztályos gimnáziumba, a Petőfi Sándor Kiskörösi Evangélikus Gimnáziumba, ahol hát nagyon szép éveket tudhatok magam mögött. Átfogóan nagyon jó gyermekkorom volt, nagyon jóba vagyok a családommal. Van egy fiú testvérem, aki 3 évvel idősebb nálam, 27 éves, és vele is nagyon jobban vagyunk. Egyre több ismeretség is hárult eléd, így már volt fogalmad arról, hogy esetleg te szeretnél ilyenfajta versenyekben részt venni, vagy a social médiával komolyabban foglalkozni? Azt egyébként már régebben is kitaláltam, hogy tök jó lenne így elkezdeni videókat, illetve különböző tartalmakat gyártani a social médiában. Gondolok itt például a TikTokra, mert nekem ez nagyon szimpatikus. Viszont a versenyek kapcsolatosan soha nem gondoltam volna, hogy én egyszer fogok jelentkezni egy ilyen versenyre. Nekem ez egy abszolút hirtelen elhatározásból fakadt, de összességében nagyon örülök, hogy ez így alakult. És miért jelentkeztél erre a versenyre? Mi volt az indítatásod? Hát már többen mondták nekem régebben is, hogy érdemes lenne kipróbálni magamat a szakmában, és én is nagyon sokat játszottam a gondolattal, és most, hogy így jött ez a lehetőség, ez ugye a Magyarország szépe lehetősége, így úgy voltam vele, hogy akkor én most igenis belevágok, és hát lesz, ami lesz. Szerencsére jól sült el a dolog, szóval nagyon örülök, hogy így döntöttem. Volt-e esetleg előzetesen egy casting, amin részt kellett venni? Hogyan zajlott le ez az egész? Igen, ez az egész verseny egy castinggal kezdődött, ahol 2 forduló volt. A 2 forduló alatt kiválasztották a top 20, esetünkben ugye top 21 lányt. Ez úgy nézett ki igazából, hogy a zsűri előtt fel kellett vonulni. Először volt egy rövidnadrág, illetve egy fehér atléta szettünk, amit saját magunknak kellett biztosítani. Az első körnél a zsűri aranylapokkal szavazott ránk, aki feltette az aranylapot, az szerint te tovább jutottál, és hál' Istennek nálam, én úgy láttam hirtelen, hogy mindenki feltette az aranylapot, akkor nagyon-nagyon örültem és boldog voltam. Így tovább is jutottam ugye a 2. fordulóra, ami pedig egy koktélruhás, vagy egy sima kisruhát kellett igazából vinni. Ott már kérdéseket is kérdezhettek, mind angolul, mind pedig magyarul. Pár kérdést igazából feltettek, arra válaszoltál, és utána pedig vártunk az eredmény hirdetésre, ahol kihirdették ugye a top 20 lányt. Milyen gondolatok zajlottak le benned a várakozás közben? Hát a lányokkal nagyon izgultunk végig, hogy vajon tovább jutunk-e, tehát hogy izgalom az volt bőven, illetve hát próbáltam kitalálni, hogy vajon tetszettem-e a zsűrinek, vajon mit gondoltak rólam, vajon jól válaszoltam-e a kérdésekre, szóval ez egy nagyon nagy izgalom volt, viszont annyira jól el voltunk a lányokkal, hogy tök jól kibírtuk ezt az egészet, és nagyon jól elszórakoztattuk a várakozás alatt egymást. Bejutottál a casting során akkor a top 20 esetetekben top 21-be, mennyi idő telt el a casting és a tábor között? Mikor kellett nektek elmenni a táborba? Ez hogyan volt? Hát körülbelül lehet, hogy kicsit több, mint egy hónap telt el a casting és a tábor között. Előtte még volt egy image filmforgatásunk, ahol ugye leforgattuk a kisfilmeket, amiket a döntőn ugye bevágtak rólunk, illetve utána volt egy sajtóesemény, ami meg kellett jelennünk, ott tették nyilvánossá úgymondván a 20 esetünkben 21 lányt, aki tovább jutott. A sajtóesemény után pedig kezdődött ugye a tábor, ami 2 hetet vett igénybe. A verseny napján a zsűrinek is nagyon nehéz feladata volt, hiszen mind a 15-en nagyon szépek voltatok, de én úgy gondolom, hogy ők megpróbálták kiválasztani azt a legszebb lányt, aki világszínvonalon természetes szépséggel tudja képviselni Magyarországot. Neked erről mi a véleményed? Igen, valóban nagyon-nagyon szoros volt a mezőny, hiszen minden lány gyönyörű szép volt tényleg. Én személyesen is ismerem őket, és olyan személyiségük is volt, hogy véleményem szerint egyébként minden lány megállta volna a helyét. Viszont úgy gondolom, hogy egy olyan elérhető szépség ideállal kell előállniuk a zsűrinek, akik világszinten tudják képviselni Magyarországot, és szerintem amiatt választottak engem, mert bennem látták azt a potenciált, hogy egy közvetlen, egy nyitott személyiség vagyok,
nagyon-nagyon jól boldogulok egyedül, nagyon találékony is tudok lenni, hogyha olyanról van szó. Illetve a táborban azért szerintem figyelgettek minket, és a táborban is voltak olyan akadályok, amiket szerintem a zsűri nézett, hogy ki hogyan vesz be. És ezeket az akadályokat én úgy gondolom, hogy nagyon szépen higgadtan és mindenféle ráparázás nélkül sikerült teljesítenem, szóval szerintem ez is volt a sikeremnek az egyik titka. És neked mi volt a célod ezzel a versennyel? Őszintén szólva, én az elején nem gondoltam volna, hogy bármi is lehet ebből az egészből. A verseny felénél kezdtem úgy rájönni, így a táborban, hogy ebből még jó dolog is kisülhet. Nekem a célom igazából az volt, hogy a karrieremet beindítsam ezáltal, illetve nagyon-nagyon szerettem volna én is képviselni Magyarországot, és már eljátszottam ezzel a gondolattal, hogy mi lenne, ha én állhatnék nemzetközileg a kifutón, és hát szerencsére ez majd meg is fog valósulni most már, szóval ennek nagyon örülök. ...2024. június 30-án immár 8. alkalommal került megrendezésre a Bozi Kupa kispályás labdarúgó torna Soltvadkerten, ahol mi is ott jártunk kameránkkal. Alig, hogy elkezdődött a nap, legalábbis a rendezvény tekintetében, de már is nagyon sokan vannak. Voltak már ennyire sokan? Igen, épp nemrég beszéltük a családdal, hogy talán az első alkalommal voltak ennyien. Most 10 csapat jött el, tényleg ez egy rekordnevezés volt, és mi is nagyon örülnek, hogy ennyien eljöttek. Most már hanyadik éve az, hogy Gábor tiszteletére megrendezitek ezt a tornát? Ez a 8. év, hogy megrendezzük a tornát. Eddig hál' Isten minden évben sikerült megrendezni, még a Covid alatt is meg tudtuk rendezni. Sajnálatos mód, hogy ezt kell csinálnunk, de tisztelettel vagyunk Gábor iránt, és nagy örömmel tesszük ezt az egészet. Én azt látom, hogy nagyon lelkesek a csapatok. Mit lehet róluk tudni egyébként? Hát igazán annyit lehet tudni róluk, hogy a környékből jöttek, Kiskörösről, Kaskantyúról, Kiskualasról, de vannak azért Dunaújvárosból is, Hartáról, sok, szinte a fél megye megmozdult. Azt kell tudni még, hogy nagyon fiatal csapatok vannak, tehát az, látom, hogy vannak ilyen 17-20 éves gyerekek, ugye nálunk is a helyi csapatok, a Vadkert FC, az STFI is elindult a megméretetésen, tehát egy ilyen elég vegyes, a 17 évestől egészen 50-60 éves korig vannak játékosok. Milyen rendszerben zajlik a torna? Hogy kettő csoport van, ugye 10 csapattal, és 2x5-ös csoportok vannak. Egyszer 15 percet állapítottunk meg egy mérkőzésre, de a fiúk megállapodtak, hogy a felénél fordulás közben azért frissítenek egyet, mert nagyon-nagyon meleg van, és csoportmeccsek után viszont csak az első, második és a harmadik, negyedik helyet fogjuk lejátszani a nagy melegre való tekintettel. Én azt látom egyébként, hogy ez a nap nem csupán a sportolóknak, illetve nem csak a sportolókról szól, hanem a családokról is. Igen, igen, hál' Isten, tényleg szép az idő, és tényleg nagyon sok család kijött, gyerekek, nagyon sok gyerkőc kint van, és tényleg ez egy ilyen jó kis családi összefogásnak is mondható, tehát nem csak a fociról szól, hanem itt tényleg baráti kapcsolatok vannak, és ezeket ilyenkor jó felelőleníteni. Mennyi munka van általában ilyenkor egy-egy ilyen szervezésben? Hát hál' Isten, ugye rutinosak vagyunk, most már elmondhatjuk, a 8. év, megvannak azért az állandó csapatok, de most is tényleg jelentkeztek maguktól csapatok, hogy mikor lesz a kupa, szeretnének jönni. És ugye a mai rendszerben már Facebook, Messenger kapcsolatok, nagyon gyorsan össze lehet hozni egy ilyen tornát. Meddig tart ez a mai nap? Illetve hogyan tervezitek? Általában milyen hosszú egy-egy ilyen torna? Hát próbáljuk azért rövidre fogni a meleg miatt, de körülbelül 1:30-re tervezzük a döntőt, és 2 óra fele lenne az eredményhirdetés. Úgy hiszem csúszások se lesznek, tehát szerintem 2 óra fele befejezzük a tornán. És akkor mit kap az, aki a legügyesebb volt? Hát a legügyesebbek azok kupát és oklevelet kapnak, illetve a Polifárbétól minden évben kapunk ajándékcsomagot, és az első 3 csapat azt kap belőle a csomagokból. Ilyenkor szoktatok-e valamilyen ételféleséggel, főzéssel készülni? Igen, természetesen Csita minden évben sütöget itt a helyi vendégeknek, és nagy örömmel veszik az ő sütögetését. Én akárhányszor kijövök ide, nem tudom megállni, hogy ne szóljak a gyep szépségéről, de tényleg, de csodásan karban van tartva. Legalábbis innen úgy tűnik.
Igen, köszönjük szépen. Hát sok munka van vele. Én őszintén személy szerint azért most látok benne hiányosságokat. Épp most a héten permeteztük egyébként a gyomok ellen. Héten volt kisebb problémánk fűnyíró traktorral, azt is tegnap este sikerült kölcsönkérni egyet, és úgy tudtuk a pályákat rendbe rakni. De tényleg van egy fiatal srác, a Péli Ákos, aki ezt a pályát gondolsz, a Tóth Árpáddal közösen. És tényleg azért nagy szívügyünk, próbáljuk óvni azért, edzéseket is olyan minőségbe tartjuk, csak rossz idő esetén nem használjuk a pályát, tehát tényleg ügyelünk rá, hogy ilyen minőségben maradjon. És hogyha már itt vagyunk, és hogyha már futball, akkor beszéljünk egy kicsit az STL jövőbeni, de legalábbis nyári terveiről. Hát július 18-án kezdjük meg a felkészülést, az első héten lesz is már edzőmeccsünk a Dunaújváros csapatával. A keret még nagyon képléke, szerencsére nem sok távozónk van, egy-két játékos azért jelezte, hogy befejezi a labdarúgást, munkahelyi elfoglaltság vagy egyéb sérülések miatt. Próbálunk új játékosokat igazolni, ugye volt ugye köztudottan egy edzőcserénk, ugye a Molnár László ugye lemondott, és helyette Uszti Dánielt alkalmazzuk. És akkor így az éves program úgymond meg is van már az edzőmeccsek, mind le vannak kötve. Mondom, bízok benne, hogy még egy-két új játékost tudunk igazolni. Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika, amelynek legfrissebb számát a szokott időben, jövő héten, kedden este 7 órakor láthatják, de tartsanak velünk továbbra is, hiszen már is jövünk a Solt Vadkerti magazinnal.